Óbecse községben az elmúlt 24 órában még 10 személy esetében igazolták a koronavírus jelenlétét. A Vajdasági Közegészségügyi Intézet adatai alapján Óbecse községben január 4-ével bezárólag összesen 1269 polgár betegedett meg a koronavírustól. Ebből 270 COVID-19 vírussal fertőzött, aktív esetet tartanak nyilván. Az Óbecsei Egészségház COVID rendelőjében az elmúlt 24 órában nem volt szerológiai gyors tesztelés. 34 antigéntesztet végeztek el, közülük 10 pozitívak a koronavírusra. 10 PCR-teszt mintát küldtek elemzésre a Vajdasági Közegészségügyi Intézetbe. Azokat a polgárokat, akiknél fennáll a koronavírus fertőzés gyanúja, illetve akik feltételezhetően kapcsolatba kerültek fertőzött személyekkel, 14 napos karanténba helyezték. Óbecsén az idei év folyamán el kellene kezdődnie annak a nagy beruházási projektumnak, amely a csatornahálózat kiépítésére vonatkozik, a város azon részén, ahol még nincs szennyvízelvezető rendszer, mondta Óbecse község elnöke Dragan Tosics, Becsejszki Ugaot című műsorunk vendégeként. A község elnöke kiemelte, hogy a helyi önkormányzat befejezte a műszaki tervdokumentáció kidolgozását, és hogy meg van győződve arról, hogy a Szerbia 2025 nemzeti beruházási program keretében az Állami Közberuházási Hivataltól megkapja az eszközöket erre a célra. Ezek az eszközök Óbecsének lesznek odaítélve, és komoly munka áll előttünk, ami a csatornahálózat kiépítését illeti. Óbecse teljes területe el lesz látva 100%-ban csatornahálózattal, valamint egy víztisztító rendszer is ki lesz építve. Ennek a projektumnak az értéke 8 és 9 millió euró között mozog. A pontos értékét a munkálatok során tudjuk majd megmondani. Nagyon hálás vagyok a szerbiai kormánynak, az elnöknek és a miniszterelnöknek is, akik jót akarnak Óbecsének, és hálás vagyok az eddigi támogatásukért és az eddig megvalósult projektumokért is. Úgy vélem, hogy az előttünk álló évben az együttműködésünk még eredményesebb lesz a magasabb kormányzati szintekkel. A projektum magában foglalja egy szennyvízcsatorna rendszer kiépítését Kis-Boszniában, amelyről az előző időszakban már tárgyaltak, és amelyre a tervek szerint magasabb kormányzati szinten kellett volna pályázni, mielőtt még a Szerbia 2025 nemzeti beruházási tervet elfogadták volna. A csatornahálózat kiépítése mellett a vízvezetékhálózat rekonstrukcióját is tervezik. Tosics szerint a projektumot eredetileg jóvá hagyták. Óbecse község önkormányzatának március végéig kell véglegesítenie a dokumentációt. Majd ezek után kiírják a közbeszerzést, a munkálatok kezdete pedig a nyár folyamán várható, tette hozzá a község elnöke. Ez a projektum sem fog 2021-ben befejeződni, mint ahogyan a csatornahálózat rekonstrukciója és kiépítése sem. Miután azonban a munkálatok befejeződnek, és Óbecse minden utcájában lesz szennyvízelvezető csatorna, akkor fel kell majd szólítanunk polgártársainkat, hogy csatlakozzanak rá, mert azt azért nem szeretnénk, hogy megvan a csatornahálózat, de lesznek olyanok, akik továbbra is a saját szennygödreiket használják. Most is van erre példa, mivel egyes polgároknak Óbecse magasabban fekvő részén van a házuk, ahol a szennygödör nem telik meg olyan gyorsan. Nem szeretnénk azonban olyan helyzetbe kerülni, hogy kiépítjük a szennyvízelvezető csatornahálózatot, és a háztartások nem kapcsolódnak rá. Ebben az esetben ez a projektum ráfizetéses lenne. Másfelől olyan helyzetbe is kerülhetünk, hogy egyesek úgy gondolják, hogy mivel a szomszéd sem kapcsolódott rá, akkor ő sem fog. Ebben az esetben semmi értelme nem lesz ennek a nagy beruházásnak. Mi szépen elterveztük, megvannak az eszközök és a tudásunk is hozzá. Ha erre szükség lesz, alkalmazni fogunk több szakembert. És a tervek szerint így a munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül be fogjuk tudni fejezni az óbecsei lakosok legnagyobb örömére. Holnap, január 6-án tartják Óbecsén az első önkéntes véradási akciót a Zdravko Glozsenszki általános iskolában. A Vajdasági Vérátömlesztő Intézet és az Óbecsei Vöröskereszt holnapi közös akciója
reggel 8 órától déli 12 óráig tart. Meghívnak minden nagykorú 18 és 65 év közötti polgárt, hogy mutassa meg humánusságát, és vegyen részt a véradási akción. A Vörös Keresztből emlékeztetik a polgárokat, hogy az önkéntes véradás előtt nem szükséges tartózkodni az ételfogyasztástól. Egyúttal megkérnek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben az óvintézkedéseket, hozzanak magukkal védőmaszkot és védőkesztyűt, a vérvételre várakozva pedig tartsák be az előírt távolságot egymás között.